Ezt a videót az Antaiku webáruház támogatta. Sokan kérdeztétek, hogy honnan tudnátok beszerezni hasonló Transformers figurákat, mint amilyeneket már bemutattunk korábban a csatornán, és most vagyunk olyan mázlisták, hogy egy ilyen oldal támogasson bennünket. Ez az Antaiku webáruház, ahonnan ti is beszerezhetitek a legújabb Transformers figura megjelenéseket, köztük akár a tavaly megjelent Legacy Leader Class Galvatront is, akit ebben a videóban részletesen láthattok majd bemutatva. Ha pedig inkább más filmes, sorozatos, gamer, képregényes vagy animés figurák vagy szobrok érdekelnek, nézzetek körül az Antaiku oldalán, rengeteg minden közül tudtok válogatni. Na de akkor kezdjük is a videót! A Transformers világát mindig is színesítették izgalmasabbnál izgalmasabb gonoszok, ez a franchise kezdetekor amúgy probléma is volt, a Hasbro-nál mindenki el volt képedve amiatt, hogy jobban fogynak a gonosz karakterek figurái, ami egyébként mai napig megfigyelhető. Valahogy a gonosz karakterek több személyiséget és háttértörténetet kaptak, ami miatt szimpatikusabbak lettek az egysikú jótevőknél. A Transformers széria legnépszerűbb gonosza Megatron volt, akiről már van is egy összefoglaló videónk, ha ez érdekel, kattintsatok a jobb felső sarokba. Viszont az ő történetei sokszor félbe maradtak abban a videóban, mivel a pályafutása egy pontján mindig új testet és nevet kapott. Megatron már Galvatronként egy sokkal kiszámíthatatlanabb, agresszívebb és erősebb karakter lett, akinek a történetei minden egyes feldolgozásban rejtenek érdekes pillanatokat, hogy milyeneket is, nézzük meg gyorsan. Akar még valaki királyosdit játszani? Mit mondtál? Mi a neved, uram? Galvatron! Éljen Galvatron! Galvatron először az 1986-os mozifilmben jelent meg. A filmben Megatron hangja Frank Welker volt, viszont Galvatronként már Leonard Nimoy szólaltatta meg. Igen, az a Leonard Nimoy. Természetesen csak a film erejéig, a sorozatban a továbbiakban ismét Frank Welker vette át a szerepet. Az egész film egyetlen célt szolgált, a régi karaktereket mind törölték, hogy a helyükbe lépő új karakterekkel új figurákat tudjanak eladni. A legtöbb Transformert kinyírták a filmben, egyedül Megatron és néhány átsza kivételével, akik a történet szerint új testet és nevet kaptak. A történet szerint 2005-ben járunk, amikor is Optimus Prime és Megatron utoljára megküzd egymással. A harc során Optimus belehal a sérüléseibe, Megatront pedig Starscream az űrbe hajítja, hogy átvehesse a helyét. Jaj, de nehezemre esik ezt tenni veled, Megatron! Ezt még megbánod, vigyázz, visszatérek még! Fogadhatunk? A lebegő haldokló géphalmaz az űrben összefut Unicronnal, a hatalmas bolygózabáló Transformerrel, aki megbízást ad neki. Pusztítsa el az Autobotok vezetés mátrixát, mivel ez az egyetlen dolog, ami végezhet Unicronnal. Új testet kapsz, és katonákat is hozzá. És még? És más nem. A célra Unicron új testet, katonákat és mást nem adott Megatronnak, akit innentől Galvatronnak hívnak, és egy pisztoly helyett egy Cybertroni ágyúvá változott. Légy Galvatron! Első dolga volt visszaszerezni az álcákat, megölte Starscreamet, majd újra ő lett az álcák vezetője. Megatron? Te vagy az? Felismersz! Az újra verbúvált csapat célpontja Ultra Magnus az Autobotok következő vezetőjelöltje volt, aki magában hordozta a Matrixot. Prime, azt ígérted, a Matrix a legnagyobb bajtól is megvéd minket. Uram, Unicornis, ezzel a Matrixszal én teszlek szolgámmá téged. Őt hamar leverték, Galvatron megszerezte a Matrixot, ám nem elpusztította, hanem fel akarta használni arra, hogy megszabaduljon Unicrontól, és újra szabad lehessen. Látod ezt? A Matrix! Az én birtokomban van a legnagyobb ellenséged! Ez nem tetszett a bolygófalónak, ezért bosszúból a Cybertront vette célba. Szinte mindenki próbálta megállítani a hatalmas óriást, rengetegen viszont a gyomrában végezték, köztük Galvatron is. Itt összefutott Hot Roddal, egy fiatal autobottal, akit egy kicsit hát ki akart végezni, ám a harcuk során Hot Rod méltónak bizonyult a Matrix erejére. Hot Rodból Rodimus fővezéré alakult, majd a Matrix erejével felrobbantotta Unicront, Galvatront pedig kilőtte az űrbe. Ám a rajzfilmes kontinuitásban itt nincs vége Galvatron történeteinek, ugyanis az elvezértelenedett álcák nem tudtak mit kezdeni magukkal, ezért Cyclonus felkutatta Galvatront, aki egy távoli bolygó egyik lávavermében fürdőzött. A csatlósai kimentették Galvatront, ám a hosszas plazmafürdő hatással volt az elméjére is, konkrétan megőrült. Egy teljesen beszámíthatatlan vezető lett belőle, aki az egész évad alatt a leglehetetlenebb dolgokat próbálja végrehajtani, közben nem kímélve sem az autobotokat, sem pedig a saját bajtársait.
ez az állapot az évad végéig tart, amikor is kitör a Düppest is, és rengetegen áldozatául esnek, köztük Galvatron is. Ekkor hozzák vissza az életbe Optimus Prime-ot, aki a Matrix erejével megszabadít mindenkit a járványtól, még Galvatront is, akinek az elméje is meggyógyul a Matrix erejétől. Hálája jeléül köszönetet mond Optimusnak, és átmenetileg békét kötnek. Ez tart a japán folytatás sorozatig, a Headmastersig, ami már 2011-ben játszódik. Mivel a Matrix lemerült a gyógyító folyamatban, a Cybertron szuperszámítógépe, a Vector Sigma instabillá vált. Ezt kihasználva, a japán sorozat cselekménye alatt Galvatron megpróbálja elfoglalni a Cybertront, illetve az irányítása alá vonni a Vector Sigmát. A sorozat végén pedig új tervet teszel ki, a Földet akarja célba venni és összeolvasztani az egész bolygót a saját testével, hogy egy Unikronhoz hasonló istenség lehessen belőle, akit úgy hívnak majd, hogy a Nagy Galvatron. Ezt mind megakadályozzák a sorozatban új szereplőként behozott fejmesterek, akik lehetőleg véglegesen jégbe zárták Galvatront Alaszka térségében. Ez mind szép és jó, viszont a G1 Marvel képregények története sokkal összetettebb ennél, és a későbbi sztorikat is ezek ihlették elsősorban, ezért érdemes rájuk nézni. Először is a mozifilm megjelenése után feldolgozták a film történéseit képregény formájában is, ám a fősorozatba igencsak érdekesen rakták bele az itteni karaktereket. Két dolog miatt is érdekes, először is nem akartak egy hatalmas időugrást beleiktatni a történetbe, mint a rajzfilmnél, hogy 86 után már 2005-ben járjunk, illetve két képregény sorozat futott, egy az USA-ban, egy pedig az Egyesült Királyságban. Mindkettő a Marvel Transformers kontinuitáshoz tartozik, de azért szoktak különbséget tenni a kettő között. Galvatront először a brit oldalon hozták be. Ebben a történetben azt mondták, hogy akkor megtörténik minden, ami a mozifilmben, ám mielőtt Galvatron megszerezné a Matrixot, megpróbálkozik egy időutazással. Az Autobotok technológiáját felhasználva Scourge-gyal és Cyclonus-szal visszautaztak 1986-ba, amivel elérték azt, hogy Unikron ne árthasson nekik. A terv az volt, hogy a Földön létrehoznak egy hatalmas ágyút, amivel majd a saját jelenükben elpusztítják Unikront. Itt még érdemes megemlíteni, hogy az időutazás egyik mellékhatása a tömegcsere, vagy a tömegáthelyezés, vagyis ha valaki átutazik egy másik időbe, akkor onnan egy vele egy tömegű egyén átkerül a nagy semmibe, egészen addig, amíg az időutazó vissza nem megy a saját idejébe. Ebben a történetben Prowl, Ratchet és Optimus Prime tűnt el az időből. A történetre visszatérve Galvatron nekilátott a hatalmas ágyúnak, ami se az autobotoknak, se az álcáknak nem tetszett, így megpróbálták megállítani. Ám mikor Galvatron felrobbantott a Skywarpot, azt hitte, hogy Starscream volt az. Ebből azt következtette le, hogy ha most megölte Starscreamet, akkor a jövőben már nem tudja megtenni, tehát ő az utazásával egy alternatív föld múltjára érkezett meg, és nem a sajátjára, szóval ha megépíti az ágyút, a saját jelenében nem lesz ott, hogy használhassa. A terve kudarcba fulladt, így visszautazott a saját jelenébe, ahol lejátszódik a film története, az autobotok legyőzik őt és Unikront is, ám az időutazó eszköze még megmaradt, szóval egy újabb esélyt nyert magának. Unikron felrobbanása után visszautazott 1987-be, ahonnan már nem szándékozott hazamenni. A további számokban a múltban próbált meg világuralomra törni, és rengetegszer összetűzésbe keveredett az autobotokkal, és közülük Ultra Magnus lett a nemezise. Az időutazása viszont nem volt egyszerű, ugyanis mivel sokat tartózkodott egy másik idővonalon, egy szakadás jelent meg az időben, konkrétan egy tornádó formájában végzett Galvatronnal, és itt ér véget az ő története, legalábbis a brit oldalon, ugyanis az USA-ban megtetszett az íróknak Galvatron karaktere, így ők is beleírták a történetükbe a saját változatukat, akire a rajongók Galvatron 2-ként utalnak. Ez a Galvatron pontosan úgy kezd, mint bármelyik másik, 2005-ben megtörténik vele majdnem minden, amit a filmben láthattunk, annyi különbséggel, hogy ő győz, és mivel elpusztította a Matrixot, jutalmul megkapta a Földet, amit majdnem teljesen le is igázott 2009-re, amikor is 1990-ben Unikron magához teleportálja őt, hogy legyen olyan kedves, és készítse elő neki Cybertront, hogy bekebelezhesse. Unikron terve konkrétan az volt, hogy a jövőből magához szív egy olyan Galvatron variánst, aki amúgy sikeres volt, és ő fogja neki előkészíteni az egész terepet, hogy megtörténhessen mindaz, amit eltervezett még ott a múltban. Ekkor jön rá Galvatron, hogy bármennyire is elvégezte a dolgát, a rabszolgassága nem ért véget, tehát valószínűleg, ha most is elvégzi a feladatot, ezután se lehet szabad, szóval amint a Cybertronra ért, el is kezdett ellene dolgozni. Úgy gondolta, hogy felébreszti a Cybertron magjában szunnyadó Primust,
hogy segítse az ügyét. Közben arra is rájött, hogy csak úgy győzheti le Unicront, ha az autobotok és álcák összefognak a cél érdekében. Nagyjából sikerült is összebékíteni a két oldalt, ám akkor győzi meg igazán a Cybertroniakat, amikor Unicron megérkezik a bolygóra, és Galvatron bátran szembeszáll vele. A harc úgy végződik, ahogy Galvatron várta, Unicron elpusztul. Viszont Galvatron nem gondolta tartósnak a tűzszünetet, ráadásul esélyt is látott a friss győzelemben, ugyanis a Föld ekkora a védelmezők nélkül maradt, így útnak is indult, hogy ismét megszerezhesse magának egykori birodalmát. Az átszák Kanadában landoltak, ahol összefutottak a fiatal Spike Witwicky-vel, illetve a fejmester haverjával Fortress Maximusszal, aki a Headmaster sorozathoz hasonlóan lejegelte Galvatront. A G1-ben itt van vége Galvatron történetének, viszont a későbbiekben bukkant fel más változata is a karakternek, például a japán Beast Wars 2-ben egy Predacon vezért hívnak Galvatronnak, ám semmi köze nem volt az eredeti karakterhez. Hasonló a helyzet a 2001-es Robots in Disguise animében felbukkanó karakternél, viszont a történetvonala a karakternek hasonló. Az itt a helyzet, hogy eredetileg nem Megatron, hanem a japán változatban Gigatron volt a karakter neve, és egy Six Changer volt, tehát hat daloggá tudott átváltozni. A sorozat közepénél néhány Predacon erejét elszívva megváltozik a karakter színe, és erősebb lett valamicskét, itt vette fel a Galvatron nevet, eredeti Japánban viszont Devil Gigatronnak hívták. Habár az eredeti karakterhez nem sok köze volt, a 2003-as Armadában és a hozzátartozó két folytatás sorozatban elég sokat inspirálódtak abból a megoldásból, hogy a Galvatronnál válás során a formája a karakternek nem változik, csak a színe lesz más valamicskét. Megatron! Lőd a Requiem rombolóval! Neked Galvatron vagyok. Nesze! A lényeg az, hogy az Unicron trilógiában mindegyik sorozatban Megatron Megatronként indít, majd valamilyen erőbuszt után Galvatronná alakul, majd az adott sorozat végén meghal, a következő elején pedig valaki feltámasztja Megatronként, és kezdődik az egész előről. Ha ezekről a karakterekről szeretnél egy kicsit többet megtudni, lessétek meg a Megatronos videómat, ott egy kicsit bővebben ki van fejtve az Unicron trilógiás történet. Közben érdemes megemlíteni a 2005-ös IDW képregények Galvatronját, ugyanis ebben a történetben Galvatron egy teljesen különálló karakter Megatrontól, semmi közük egymáshoz, semmi Unicronos átalakítás, illetve egyéb erőbusztos dolgok. Itt egy ősi Transformerről van szó, aki gladiátorként tevékenykedett az Iker testvérével, Arcee-val, az első 13 Prime előttről. Igen, Arcee a képregényekben srácként indít, ha ez a sztori érdekel, van egy videóm a női transformerekről, ki fog égni az agyatok. Galvatron ebben a történetben egy kis ideig az álcákat is vezeti, és egy elég brutális karakternek lett felépítve, egy olyannak, aki nem Prime-ként képes volt megölni egy Prime-ot az elsőkből. Ez a karakter viszont végleg meg is hal egy 2016-os képregényben Optimus Prime keze által. Neked nincs lelked! Épp ezért nincs bennem félelem. Legközelebb 2014-ben a Kihaláskor a mozifilmben láthattunk egy Galvatron variánst, akit a KSI... Yes! 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 Nem az a KSI... No! 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 Cég gyártott le. A cég terve az volt, hogy emberek által gyártott transformereket értékesítsenek, ám az egyikük, akit Optimus Prime-ról mintáztak, de Megatron fejét használták fel hozzá, önálló tudatra ébredt. Pontosan az történt, hogy a fejből Megatron tudata belekerült az új testbe, aki már Galvatron névre hallgatott. Ez a változat már egy kamionnál alakult át, ellentétben az elődjeivel. A történetben kiküldik Galvatront Optimusék ellen, és a harc közben majdnem meg is hal, ha Lockdown nem érkezik meg időben és szereli le a fővezért. Közben Galvatron meglépett, és nem nagyon lehetett tudni, hogy mi történt vele. A lényeg az, hogy a következő filmben már Megatronként tér vissza, valószínűleg összefutatott Quintessával, a teremtőjével, aki visszaadta neki a régi alakját. Changing timelines doesn't make you immune to Unicron. He'll come for you too. And while I'd rather die than serve. Galvatron ezután már csak egy helyen bukkant fel, pontosabban a War for Cybertron Netflixes sorozat trilógiában, ahol megint egy érdekes szerepet kapott. Konkrétan egy jövőbeli karakter, aki a jelenbéli Megatront próbálja befolyásolni a háború alatt, hogy győzelemre vezesse. A terve az volt, hogy felkészítse előre Unicron érkezésére, hogy elkerülhesse a rabszolgasort. Egy társa van a bajban, Nemesis Prime, aki Optimus jövőbeli változata és szintén Unicron csatlósa.
Most, hogy végigértünk a karakter történetén, beszéljük át, hogy milyen játékfigurák készültek Galvatronhoz. Fontos megjegyezni, hogy amikor először megjelent a Transformers széria, akkor már eleve létező figurák alapján rajzolták meg a rajzfilmes és képregényes karaktereket, az összes figura előbb volt, mint a karakter, ugyanis egy korábbi japán játékszériából, a Diaclone-ból, illetve a Microchange szériából vettek át átalakuló játékokat. Viszont mikor 1986-ban új karaktereket alkottak, hogy a régieket lecserélhessék, a játékokat már a rajzfilmes alakjaikhoz akarták elkészíteni, viszont már a film megjelenése előtt el akartak készülni velük, ezért már az első koncepciós rajzok alapján kezdték el kidolgozni a figurákat. A legelső Galvatron figura pontosan emiatt az indok miatt lett javarészt szürke, mivel az első koncepciók szerint elég minimálisan tartalmazott volna lila színt. A képregények esetében is a játék dizájnját követték, ott pontosan emiatt más színű a rajzfilmes megfelelőjével szemben. A 86-os megjelenés után 2005-ben adtak ki újra G1-es figurát, itt már a rajzfilm hűszíneiben. Mellette viszont nem sok első generációs figura jelent meg, a 2000-es években ami megjelent, azok javarészt tankokká alakultak, köszönhetően ez az armadás változat Galvatronjának. Az Unicron trilógiás figurák pedig egy az egyben Megatron figurák voltak átszínezve, így ők alakultak tankká, repülővé meg versenyautóvá is. 2012-ben az alternatív vonalon belül is készült egy Galvatron figura, ebben a szériában mindenki egy valósághű autóvá változott, így Galvatron egy Nissan 370 ZV alakult át. Úgy igazán G1 rajzfilmhű Galvatron figura a 2016-os Titans Return sorozatban jelent meg, itt már ténylegesen a klasszikus kinézet mellett az ágyú módjává alakult át, viszont emellett egy űrhajó módja is volt, tehát egy Triple Changernek számított. Kiegészítői között volt a klasszikus alkarágyúja, illetve egy titán mester, aki a Nucleon névre hallgatott. Legelőször teljes mértékben rajzfilmhű G1-es Galvatront, akire már tényleg azt mondhatjuk, hogy a képernyőről ugrott le, a 2021-es War for Cybertron Kingdom vonalban kaptunk, ami eléggé megosztóra sikerült a rajongók körében, ugyanis a figura alakja teljesen tökéletes volt, a festése azonban furcsára sikerült. Rengeteg indokolatlan kosz és csatasérülés található a figurán, illetve az alkarágyú átlátszó műanyagának legalját is befestették narancssárgára, ami megint csak indokolatlan volt, mivel a sorozatbeli megjelenés a teljes mértékben különbözött tőle. Más probléma is volt vele, az első kiadott figurák vállait rosszul szerelték össze, pontosabban a bal váll ízületet fordítva helyezték bele, így ha egy jó figurát akartál, akkor szét kellett szedned és újra összeraknod. Kiegészítői között szerepelt az alkarágyú, a vezetésmátrix a láncon, illetve két oldalágyú, amik formája a bosszú névre hallgató űrhajóé. A rajongók nem voltak megelégedve a figurával a furcsa festés miatt, és nem segítette a helyzetet, hogy az újrafestett változat már a G1-es figura színeit kapta, szóval a Hasbrónak lépnie kellett, így 2022-ben kiadtak a Legacy vonal alatt egy teljesen tiszta és már teljesen jól összerakott végső Galvatron figurát, amit kicsit közelebbről tudunk nektek bemutatni az Anteiku webáruház jóvoltából. Ha esetleg nektek is megtetszik a figura, beszerezhetitek innen sok más Transformers figurával együtt. Mint ahogy említettem, a figura teljes mértékben hasonlít a G1 rajzfilmes változathoz, így akik gyűjtik vagy szeretnék gyűjteni a rajzfilmhű figurákat, azoknak mindenképpen tudom ajánlani. A figura jó magas amúgy, mivel a Leader Classhoz tartozik, kb. 19-20 cm magas, szóval még talán a hasonló beosztású társaihoz képest is magasabb. Elég mozgékony is, rengeteg ponton mozdítható, így ha valami menő dinamikus pózba szeretnénk állítani, az sem akadály. A kezei az 5 mm-es pózban kötöttek, tehát nem nyithatóak sajnos, de szerintem az ilyen kategóriás TF figuráknál ez sosem volt probléma. A kiegészítőit említettem korábban, de láthatjuk itt is az alkarágyút, a két bosszú űrhajó per lézerágyú fegyvereket, meg hát az irányítás Matrixot láncon, amiről egyébként le is vehető a Matrix. Tehát tényleg nehéz rossz dolgokat mondani erről a figuráról, hiszen minden egyes negatívumot kijavítottak a Kingdom óta. A festése is teljes mértékben strapabíró, szerintem nem kell aggódni esetleges kopásoktól. Tényleg nem tudom eléggé dicsérni a figurát, egyszerűen minden megvan benne ahhoz, hogy egy tökéletes Galvatron figura legyen, tehát én nyugodt szívvel tudom ajánlani, ha esetleg ti is beszeretnétek szerezni egyet, akkor nézzetek rá az Anteiku oldalára. Itt amúgy ezt, amit most fogok mondani, nem kérték az Anteikunál, de ilyen kedvező áron Leader osztályú figurát nem nagyon kapni máshol, ezek a figurák általában 30 000 forint körül szoktak mozogni. Na de akkor alakítsuk át a figurát, nézzük meg ágyú módban is. Thank you.
Nos, én amennyire azt gondoltam, hogy ez az alternatív mód mennyire irreleváns, hiszen egy űrbéli dizájn és csak egy ágyú, annyira nagyon tetszik, egyszerűen olyan fantasztikusan összeáll, és nehezen ismerhető fel benne a robotmód részei, hogy konkrétan az egyik kedvencem lett a többi figuráimhoz képest. Sokszor olyan problémával rendelkeznek ezek a figurák, hogy hiába a jó kinézet az altmódjukban, valami kompromisszum mindig van, ami miatt problémás lesz az átalakítás. Azt nyugodt szívvel elmondhatom, hogy ennél a figuránál nem ez a helyzet. Szóval, ha szeretnétek egy fantasztikus, nagyméretű rajzfilmhű Transformer figurát jó átalakítással, akkor mindenképpen tudom ajánlani a Legacy Galvatront, ott lesz majd a link a leírásban. Nevet nem kell! Van esetleg egy másik Transformers figura, akinek érdekel a története? Ha van ilyen, akkor azt mindenképpen írjátok meg komment formájában. Én pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha esetleg tetszett az a videó, kérlek benneteket, hogy lájkoljátok, illetve ha szeretnétek hasonló tartalmakat látni, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra, illetve van rengeteg social oldalunk is, mindegyiket megtaláljátok a leírásban. Ha pedig szeretnétek támogatni a munkásságunkat, akkor azt a csatornatagsági felületen megtehetitek, vagy pedig szuper köszönet formájában is akár. A legközelebbi videóban pedig találkozunk, addig is, sziasztok!